A tavalyi születés hete adta az ötletet a nap megszervezéséhez. Családi programot hívtak életre, ahol a gyerekek játékos foglalkozásokon, szüleik pedig neveléssel, lelki fejlődéssel és táplálkozással kapcsolatos szakmai előadásokon vehettek részt. A programot kisgyermekes anyukák kezdeményezték. A születés hetéből indult ki, amit tavaly a Sakti Jóga Stúdió kezdeményezésében megszerveztek itt Székesfehérváron. Engem valóban, mint önkéntes hívtak a társaim. Gyesen vagyok a kisfiammal egyelőre otthon, és így azt gondoltam, hogy időm lesz rá. Valamint nagyon-nagyon szívem ügye a gyerekek és az belük kapcsolódó problémák. Sok helyről sokféle információ eljut a kisgyermekes szülőkhöz, ezek azonban nem mindig hitelesek. A szervezők éppen ezért helyi szakembereket kértek fel az előadásokra. Látjuk, hogy néha tanástalanok az anyukák, ugye játszótereken egymással beszélgetünk, és úgy gondoltuk, hogy a legjobban a helyi védőnők, helyi szakemberek tudnak segíteni a székesfehérvári anyukákon. A lelkes édesanyák ötletét a város önkormányzata és civilek is felkarolták. Közösen dolgozták ki a családi nap tematikáját. Céljukat jól jelképezi a rendezvény neve, Mag és Maghéj. Nagyon képletesen mutatja azt, hogy miről szól ez a nap. Életünk legnehezebb kérdéséről, a neveléshez próbálunk valamilyen segítséget kapni, és nem különben pedig a gyermekek egész nap szórakozhatnak. Meseolvasásban lesz részük, ha jól emlékszem, Tűzkő Sándor részéről, de jön Zsurzs színművésznő. A Mag és Maghéj családi nap szervezői rajzpályázatot is hirdettek, melyre sok-sok gyermekalkotás érkezett. Ezeket a Szabad Művelődés házában kiállították, és 20 alkotó könyvjutalomban is részesült az ünnepélyes megnyitó keretében.